Akik régebb óta benne vannak a társasjátékos világban, egy idő után kinyílhat a szemük kiadókra, szerzőkre. Nekem az egyik kedvenc társasjátékos szerzőm Alexander Fister, osztrák mester, aki már jó régóta jobbnál jobb játékokat készít, és jelen videóban az egyik legnagyobb szabású társasjátékáról, a Maracaibo-ról szeretnék beszélni. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk flag. Mondhatni, rajongója vagyok a mester munkásságának, hogy mennyire? Ennyire, plusz ez Sky szigete és egy Broom service megfűszerezvén a dolgot. Bármi, amit csinál, engem érdekel. Kis hiány, minden megvan, és én nagyon sokoldalú szerzőnek tartom dacára annak, hogy nagyon sok mechanizmusa vissza köszön bizonyos játékaiban. Az egyik legnépszerűbb társasjáték tőle a nagy western utazás, mely most éppen trilógiává bővül. Ez egy Kenzeszbe marhákat terelgetős, paklépítős, munkásmozgatós társasjáték, de nagyon sokan szeretik tőle a Mombasa című játékot is, mely egy ilyen afrikai cég terjeszkedős társas játék, egy nagyon izgalmas paklépítős, ilyen stokkokba rendezős rendszerrel. Ennek egy nagyon ügyes variánsa a Blackout Hong Kong, de nagyon szépen megjelenik a mester munkásságában a Cloud és a történetmesélés, hogy valamely sztorit adjon át a játékosoknak, egy kampány részesei lehessenek. Egyik legfrissebb munkája a Bunlék, mely hasonlóan nagyszabásúnak ígérkezik, és kártya használós társas játék hasonlóan a Marakájbóhoz, de mindenképpen megemlíteném a két kisebb játékát és a Port mert mely jelen pillanatban a Big Box formában elérhető. Ez egy pusorlak szerencsapróbáló társasjáték, játék, és nagyon izgalmas számomra a királyi árum egy 110 kártyából hoz össze resource management rendszert. Ennek a kiegészítője a Longsdale in Revolt, mert tulajdonképpen egy kampányt hoz be, és lenyűgöző, hogy ilyen icipici kis kártyapakliból nyílik ki tulajdonképpen egy jó kis uh, engine building, egy ilyen kis resource management rendszer játékosok kezei között. Mint említettem, egy csomó játékában visszaköszönnek mechanizmusok, és a mesternek a Maracaibo picit egy ilyen és egyben talán a legbonyolultabb játéka. Van benne történet, van benne engine building, van benne nagyon szép, a nagy western utazásból ismerős utazgatás, nagyon jó kis részvérendszer, amit a Mombasszában tapasztalhatunk, meg, hogy megpróbáljunk jelen lenni különféle nemzetiségeknél, így a lehető legtöbb győzelmi pontot gyűjtve. Úgyhogy fókuszáljunk egy picit a Marakaiból, hogy hogy is került hozzá, hogy miért is kezdtem el ezzel foglalkozni. A board game van egy nagyon fontos értékelés, a komplexitásnak az értékelése, ami három fölött már haladó játékosoknak készül. Jelen 3-7-3-8 magasságában van, a négyes szinthez közelít a Maracaibo, úgyhogy nagyon fontos, és a, jel, a videó jelen pillanatában ezt mondani, hogy ez egy haladó játék. Elképzelhető, hogy a videómban felkeltem sokak érdeklődését ezzel a társasjátékkal kapcsolatban, de nagyon fontos tudni, hogy mindenképpen rászállást kér, tehát gyakorlottabb játékosoknak való, és mindenképpen szerencsés, hogyha a mester korábbi munkáiból már vannak ismerős motivumok, amik be tudsz kapaszkodni az új játék játékszabálytanulása közben. Én személy szerint leginkább a 2-5-3-5 közötti komplexitású játékokat szeretem, melyben van mélység, újrajátszhatóság, és nagyon izgalmas döntések, amikben barangolhat a játékos. Én szeretem a jutalmazó típusú játékokat, és minden egyes játékában a mesternek megjelenik, hogy a játékos játék előrehaladtával fejlődik, és folyamatosan körökörre valamihez jut. A Maracaibo ennek a csúcsra járatása, és egy ilyen Hagia Sophia összefoglalása az eddigi munkájának a mesternek, úgyhogy számomra az egyik legkedvesebb társasjáték Alexander Fisztet munkásságából, és nagyon örülök neki, hogy a GameBiz társasjátékos webshop támogatta ezt a videót, hogy bemutathassam nektek ezt a társasjátékot. Egyébként ez a játék megtalálható náluk, oda lent lesz link, jó szörfölgetést! Mint említettem, a van jogszabály bőven, a következőkben nagy vonalakban, nem kitérvén a részletekre szeretném ismertetni, mit is tudnak csinálni a játékosok a karibi vidéken. Lássuk. A Maracaibo című játékban a játékosok, matrózok, akik a karibi térségben hajózva próbálnak meg a lehető legtöbb presztízs, azaz győzelmi pontot gyűjtögetni, összesen négy fordulón keresztül. Mindegyik játékosnak van egy hajója, ami havannából indul, valamint egy játékos táblája. Az alapjátékban ilyen játékos táblával dolgozunk, a kiegészítő hozza be a sokkal impozánsabb, mélyítésekkel dolgozó játékos táblákat. Ezek nagyon fontos fejlesztési területeket tartalmaznak, és a játékosoknak cél lesz a fejlődés. Azt alapvetően kétféleképpen érheti, érheti el a hajója fejlesztésével, valamint kártyák megvásárlásával. A szerző munkássághoz hozzá tartozik, hogy aktívan dolgozik kártyákkal. Az előkészületekhez hozzá tartozik, hogy megkülönböztetünk kétféle kártyát. Vannak a sötét, meg a világos keretes kártyák. A világos keretesekből az előkészületeket követően 40-et véletlenszerűen bekeverünk a húzópakliba, de ezt megelőzően mindegyik játékos kap a barna keretes kártyákból 8-at, abból 4 megtart, 4 eldob, és ezzel a kezdő négy jel rögtön egy milyen csapás rend meghatározza a játékának, és a maradékba bekeverünk 40-et a világos keretes kártyákból, és ezeket a kártyákat próbálják meg, meg ügyesen menedzselni a kezükben a játékosok, fejleszteni a saját képességeiket, lehetőségeiket, bevételeiket, hogy a lehető legjobban működjön ez a bizonyos karibi hajózás. A játékot bizonyos szempontból könnyű tanítani, mert egy A, B, meg egy C fázisból áll. Az A fázis során a játékosnak minimum egyet kell mozdulni a nyilaknak megfelelő irányban, kezdve Havannából, szépen körben a karibi térségben, és attól függően, hogy hova érkezett meg, és milyen mennyiségű mozgással, milyen mozgásszámot követően, hajthatja a B fázisát. Ezután a C fázis során kiegészíti a kezében tartató kártyák számát négyre a kialakított húzópakliból. Fontos, hogy az előkészletekhez hozzátartozik, hogy meghatározunk egy kínálatot is, amely négy kártyából áll, és a játékos onnan kiegészíti a kezét. Az alfázis során a játékos mozdul. Ez egy stratégiai döntés, attól függően fejezi be a mozgását valahol, hogy esetleg faluban vagy városban szeretne megállni. A nagy karika az várost jelent, az általában ilyen hajófejlesztést enged a játékosnak, a kis karika pedig falu akciót. A falu akció trükkös, ugyanis attól függően használható gazdagon, hogy mennyi mozgás hajtott végre a játékos, mire oda megérkezett. Abban az esetben, hogy egy mozgással érkezett meg egy faluba, akkor egy A piros A betű, azaz falu akciót hajtott végre az ott látható háromból. Abban az esetben, hogyha négy vagy annál több mozgású érkezett meg akár kettőt, és hogy egy jó nagyot hajózott hetet, akkor a falu akció három akcióval ajándékozza meg a játékost, akár ugyanazt is végrehajthatja többször. Na de menjünk szépen sorba, és vizsgáljuk meg a város akciót, mely a játék előkészülethez hozzá tartozik, hogy mindenik városhoz játékosszámtól függően a kötelező kormányos ikonokat felhasználva töltődik fel, és fejlesztési lehetőségeket ad a játékosoknak. Ehhez, hogy ezt megértsük, ez van egy picit kártya anatómia ismeretre. Minden egyes kártya, ami a kezébe kerül, ad egy fő funkciót, ami megvásárolhatóvá tesz, és valami különleges képességet ad a játékosnak. Ezen kívül a kereskedel, ke, kereskedelemre is használható. Minden kártya kettő szimbólumot tud, és ezek a szimbólumok felhasználhatóak vagy questekre, ilyen kis küldetésekre, vagy esetleg város akciókra. Abban az esetben, hogyha a városban szeretné megszabadítani a játékos magát ezektől a barna tokenektől, akkor a városban befejezi a mozgását, és eldob a kezéből, és csak is a kezéből, nem az előkészült területről egy kártyát, ami tartalmazza az ott látható szimbólumot, hogyha nincs olyan, sajnos nem használhatja, viszont hogyha van, tehát például ez a kártya felhasználható eldobásra, arra, hogy az ott látható kereskedelmi szimbólumot felhasználja a játékos, tegyük fel, hogy a kék játékos megállt Szentiágóban, eldobja ezt a kártyát a kezéből, hogyha benne van, és fejleszti a hajóját. Minden egyes ilyen fejlesztési területen kettő korong van, hogyha a második is felszabadult, akkor onnantól kezdve elérhető a játékosnak, vagy egy egyszeri akció, vagy hogyha ilyen piros keretes, akkor egy permanens játék végig rendelkezésre álló lehetőség, és ami amikor a második is felszabadult, akkor onnantól kezdve a játékos használhatja. Ez egy pici verseny játékosok között, ezek a forduló végig ott maradnak ezek a tokenek. Tehát, hogyha egy játékos elhapolta a másik játékosra ezt a lehetőséget, akkor csak a forduló végén szabadul fel. De hogyha egy faluakcióban, egy faluban áll meg a játékos, akkor falu akciót hajthat végre. Falu akciókat fognak leginkább a játékosok legalábbis a játék elején végrehajtani. A falu akció során vehetnek meg kártyát a játékosok. A játék elejéhez hozzátartozik, hogy a négy kiválasztott kártyából egyet Előkészíthetnek erre a bizonyos helyszínre. A itt van kártya, az nem használható kereskedelemre, viszont ö, az megépíthető és nem eldobható. A játékos kérhet follow egy pénzt, vagy eldobhatja az összes kezébe lévő kártyát két pénzért, szűk lesz a pénz a játékban, de meg is vásárolhat kártyát follow akcióként, kifizeti az ott látható költséget és lehelyezi maga elé, végrehajtja esetleg az azonnali hatását, és hogyha egy kártyán van egy ilyen piros papíron látható hatás, akkor azt a játék végig használhatja a játékos. Abban az esetben, ha nem város akció, nem falu akciót, akkor quest akciót is használhat a játékos. A játék játszható történettel és történet nélkül. Most történet nélkül előkészületeket használtam, ebből is a könnyűt, ez is beállítható legyen könnyű, közepes vagy nehéz, amely bizonyos helyszínekre felpakol questeket. Rögtön barangolhatnak a játékosok ilyen questeket teljesítvén, de bizonyos ilyen helyszínekre is megérkezhetnek feladatok. Ha egy játékos oda megy, akkor nem a város akciót, nem falu akciót, hanem quest teljesítés akciót használhat, kifizetvén az ott látható költséget természetesen játék segítségével, és a játék egyik legizgalmasabb része, hogy a játék tábla hasonlóan a Great egyedivé szabható. A játékosok megtehetik, hogy olyan embereket játszanak le, akik bizonyos helyszínre letelepednek, és csak is az adott játékosnak valami különleges dolgot biztosítanak. Ez a fickó például azt mondja, hogy ha ad neki 7 pénzt, az ő lejátszása természetesen csak a follow akcióval történhet by segítségével. Ő kér 7 pénzt, és egy saját készletéből rendelkezésre álló ember két játékos letesz az adott helyszínre, esetünkben a hetes és ha a játékos megáll az adott helyszínen a hajójával, akkor nem falu akciót hajt végre, hanem meglátogatja ennek az embernek a képességét, meglátogatja ezt az embert, és végrehajthatja a hatását. Ezáltal a játék tábla alakul, és függ a játékosok játékát, hogy bizonyos helyszínek felértékelődnek, vagy átalakulnak. A játékban nagyon fontos szerepe van a nemzeteknek. Rögtön egy nagyon markáns optikai rész fogadja a játékosokat. Ez bizonyos szempontból egy részvényrendszer. Mindegyik játékosnak lesz egy jelölője, ami nulláról indul, és ezeket a kockákat a játékosok a nemzetek kockáit lepakolgathatják majd különféle helyszínekre, és a játék során szerezhetnek majd befolyást bizonyos nemzeteken. Ez jó sok pontot adhat a játékos végére. Alapvetően attól az az összefüggés, hogy minél több kockát pakolt le egy játékos, az adott nemzetnek annál több győzelmi látszódik, és az szorzódik fel a játékosokkal. Érdemes lett mind a hármad, de hogyha azt látja egy játékos, hogy valamelyik nemzetnek jó sok kockája került le a táblára, akkor abba érdemes befektetni, ezt látják a többiek, és ezáltal mennek előre. Na de hogy tudunk ilyen kockákat lepagolni, meg hogy tudunk többséget szerezni, vagy legalábbis részesedni ebből a bizonyos jutalomból, hadászkodnunk kell. Ezek a nemzetek különféle tevékenységeket folytatnak ezeken a szigeteken, és van egy ilyen kettő összefűzött karda három nemzet zászlói előtt mező. Abban az esetben, hogy ilyet használ a játékos, akkor egy ilyen picikis is token húzópakliból felcsap egyet, és ilyen hadi akciópontokat költhet el az adott nemzettel együtt, vagy az adott nemzet segítségére, és a játékos ezen részében költheti el az adott pontokat alapvetően befolyásszerzésre, vagy kocka letételre. Ebből egyet választhat, érdemes minél combosabbat, minél táposabbat. A játékosoknak megtehetik, hogy fejlesztenek egy bizonyos ilyen hadászképességet, amit elkölthetnek, de a saját emberkéiket is elkölthetik, hogy több akciópontot hajthassanak végre, nagyobb bebefolyás szerzése, vagy több kocka letételére. Ez egy meglehetősen kardinális fontos része a játékban. Valamint a barangolás. Mindegyik játékos egy ilyen kalandozóval kezdi maga a játékot, és hogyha ilyen földgömb mozgó emberke szimbólumot használ a játékos, akkor mehet előre ezen, és ahol megpihent, azt a bizonyos hatást használhatja, mi vagy quest, vagy valamely pénz, vagy győzelmi pontgyűjtési lehetőség. A játékosok bevételeket kapnak, van egy ilyen pénzbevétel gyűjtési lehetőség. Nagyon nem mindegy, hogy mennyi pénzzel futunk rá a következő fordulóra, valamint győzelmi pont bevétel rész is van a játékban, tehát rögtön a játék közben is gyűjthetnek jó sok győzelmi pontot a játékosok. Még két apróságról beszélnék, az egyik az a bizonyos karrier cél. Mindegyik játékos kap két karrierkártyát a játék elején, amire felhelyez három saját emberkét, és a játékos eldöntheti, hogy abból a kettőből melyiket tartja meg, és ezek pici stratégiai célok, mit preferál az adott játék, mit érdemes teljesíteni a játékos. Rögtön eldönthető, hogy gyengébbet elfogadja és leveszi róla az emberkét, akkor általában csak pénzt kap, vagy türelmesebb és jobban teljesíti az adott feltételt, akkor győzelmi pont és üti a markát. Ha mind a hármat teljesíthet, akkor megfordíthatja az adott kártyát és rögtön jutalommal részesül. És amiről még nem beszéltem, azok a szinergia tokenek. Bizonyos kártyák megvásárlásakor a játékosok hozzájuthatnak ilyen tokenekhez. Ennek szabálya, hogy ha már van valamilyen a játékosnak, ugyanolyat nem szerezhet még. Ebből van többféle, és bizonyos kártyák azt mondják, hogy adok neked valamely bevétel, de ha rendel Kezel, valamilyen szinergia tokennel, együttműködés tokennel, akkor kaphatsz még, és ezek taktikus gyűjtögetésével a játékosok fejleszthetik és olcsósíthatják a különféle tevékenységeket, lehetőségeket a játék során. A negyedik fordulót követően szépen kiszámolgatják a többségszerzésből korábban gyűjtött pontjaikból a játékosok az eredményüket, és aki több győzelmi pontot gyűjtött, ő győz. Meglehetősen bonyolult játék, de szerintem megéri a befektetést a Marakaibó. Ez a játék gyors sumája lényege. Rengeteg szabály, és rengeteg apróbb szabály. Az lesz az élményetek, hogy talán a negyedik-ötödik játék alkalommal is tudjátok majd bogarászni az egyébként magyar nyelvre ö, rajongói fordítással elkészült játékszabályt, hogy akkor most pontosan mi mit jelent. Befektetést kér, rászállást kér, és összefoglalván ez a társasjáték nem azoknak a társasjátékosoknak való, akiknek 300-400 játéka van a polcon, hanem akinek úgy 20-30 alaposan megválogatott. Mestermű azt érzem, hogy rengeteg icipici apróság van, rengeteg különféle szabály. Amikor tanítom ezt a játékot, és elkezdünk beszélni a nemzetek befolyásáról, a harcról, akkor elkezdünk beszélni a szinergiatokenekről, akkor elkezdünk ott az alsó térfélen a tábla alján láthatók kis barangolásáról, és úgy nagyon külön szigeteknek tűnnek ezek az információk, de mind egy a nagy egész része. És a négy forduló végére minden minden összefügg. Fantasztikus fejlődésben lehet részed, és ez egy játék tervezői és egy fejlesztői mestermű. Vannak kártyák, amik nagyon overpowernek, túl, uh, túl erősnek tűnnek, és nem azok. Mindegyik útvonal valid. Nagyon sokféleképpen el tudsz indulni, elképesztő az újrajátszhatósága a játéknak. Ugye van ez a fekete, -szeg fekete szegélyes, meg fehér szegélyes kártya, és ezeknek a véletlenszerű találkozása nagyon más hangulatot ad ki, és még mindig csak az alapjátékról beszélünk. Nem beszéltünk még a szóló módról. A szóló mód, hogy egyedül hogy tudok ezzel a játékkal játszani. Nekem egy ilyen komplexitású játéknál nem feltétlen igényem, nem engem keres, és sokkal jobban az egyszerű kicsi természetű játékokat. Itt aktív lépegetést kell a fiktív játékosnak létrehozni, de egyáltalán nem zavaró, hogyha valaki haladó ebben a műfajban. Hogyha egy projektet játszol, egyedül, akkor szerintem a Maracaibo is egy nagyon jól megtervezett esetik ebből a szempontból. És amit említettem a, a, a szerző korábbi munkáinál, a kampány nagyon erős része, hangsúlyos, tónusos része a Kajbónak, de szeretni a történetet játszani a játékkal, tudsz ahogy a király járónál a Long Revolt is ö, játékról játékra alakítja a játékos döntései alapján, van egy történetünk. Számomra ez az egész történetmesélés másodlagos. Én az alapjátékot is nagyon szeretem. Általában easy néha médium fokozaton szoktunk szenáriót játszani, hardot ritkán. Ö, szeretem a sikerélményt, nagyon jó, hogy az alapjáték kampány nélkül is nagyon jól nehezíthető. Úgyhogy összességében a marakályból egy csoda nagyon szeretem, nagyon komplex, elfáraszt. Az van a játék dobozra írva, hogy fél óra játékosonként, Nagyjából ez annyira valid információ, mint a Terra Mystica esetében, inkább szemünk egy 45 perccel, hogyha most ismerkedtek a játékkal, esetleg van köztetek analízis paralízis veszélyes játékos, akinek igénye aktívan rászámolni a lehetőségekre, simán egy óra játékosonként. Szerintem ketten-hárman nagyon kényelmes el vagyunk, szépen körbérünk, szerintem legjobb három játékossal. Négyen nagyon hosszú tud lenni, nagyon olyan terjengős, ömlengős tud lenni, és a döntések, amiket a játékosok eszközölnek játék közben, olyan csodatos ritmust határoznak meg, hogy a faladja a másikat. Zseniális, hogy nagyon szépen vonódom be a többi játékos körébe. Az, hogy pontosan hogy milyen kártyákat játszott le, még két játékosnál is rengeteg információ, nem nagyon tudok azzal foglalkozni, hogy Réka vagy a többi kollégám miben erős, viszont a hajója haladása nagyon szépen meghatározza az én ritmusomat. Nincs két ugyanolyan játék, és ezért szeretem húsvér ellenfél ellen játszani, mert nagyon szépen határozzuk meg egymásnak a, az adott fordulók a menetét. Megtehet egy játékos, hogy megy, mint a rakéta, hetet megy előre. Látom, optikailag rám bízva ezt az információt a játék, hogy nem érek rá. Nem tudok nagyon szépen kényelmesen sétikálni, mint a nagy western utazásban. Jó, nyilván ott is, hogy a haladó játékot játszunk, akkor egy idő után információ lesz, hogy hányszor ment be tanult kollégám Kenzeszbe. De a Marakaibó esetében első látásra, második forduló végén még nagyon szűknek tűnik ez a négy forduló. De nem tökéletesen le van fejlesztve. Nagyjából, amit négy forduló alatt össze tudsz hozni, azt összehozhatod a játékban. Ha ráfekszel valaminek a fejlesztésére, valamint nemzetben való jelenlétre, vagy esetleg a kalandozásra, meg tudod csinálni. És minden összeáll a végén, és az a rengeteg icipici kis szigetecske, ahogy a világ térképen, vagy a karibi térképen, amit látnak a játékosok, minden minden összefügg, és egy lélegző rendszer lesz. Az, hogy én tudom egyéni tenni a táblát, bizonyos állomásokat az én kis emberkéimmel le tudok jelenni, hogy az, az értékes lesz, amit lát. A többi már is alakul a bizonyos ritmusunk saját magunká tesszük a játékot, mert nagyjából 90%-ban fix, és a 10%-ot a játékos teheti hozzá, pff, felrobbantja a játékosok fejét. De ez egy műfaj játék, és most beszélnék egy picit az anyom oldalairól, az azon részéről a játéknak, ami nem kifejezetten kapott akkor a fókusz, mint a játékfejlesztés. A téma és az arculat. A téma sokarlagos. A játék végére már nekem tök mindegy, igazából lehetnénk autóversenyzők is, akik különféle városokban barangolnak. Nem azért játszom ezzel a játékkal, mert szeretném érezni a karibi vizek sós illatát és különféle egzotikus madarakat szeretnék szemlélni. A döntések miatt játszom ezzel a játékkal. És a grafikák. Fogalmazunk úgy, hogy szokni kellett. Pontokont konkrétan kidob az élményből egy-egy kártyának az illusztrációja. Van az a Bungie Explorer. Meg, meg van az a szerencsétlen nappálca, aki úgy néz ki, mint aki nagyon rosszul van, vagy fáj a foga, menjünk tovább, én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb érkezik egy francia illusztrátortól egy nagyon szép grafikai és optikai megfejtés a játékhoz, de túl tudom tenni magam rajta, és a negyedik forduló végére nagyjából, mint a téma, a grafika is sokarlagos lesz. Ráfókuszál az információm az információ, ráfókuszál a figyelmem az információkra, az értékekre, azokra a bizonyos kititrált ö, lehetőségekre, amik, amiket a játék a játékosra bíz. Szép lassan számolgatok, és nem lesz annyira zavaró. Sajátosság a Marakajbónak ez az arculati kettőség, mert minden a funkcionalitás jegyében. Rengeteg információ, játéktáblát, ö, kezdőjátékosok elé kiterítem az asztalra, rengeteg lehetőség néz rájárjuk rengeteg ikon, akkor az A betűk, a kis tokenek, a kis számok, a kis kockák, igen, nagyon jó, hogy a kártyák rá van írva alulról, hogy pontosan mit tud, mit tud az adott kártyaképesség. Igen, nyelvfüggő játékról van szó, ha angolosok vagytok, akkor angolosok előnyben. A játékszabály elérhető magyar egyébként, de nagyon jó jön az a bizonyos segélylet, amit a játékosok a kezükbe kapnak, az, mint egy nagyon jó kis kapaszkodó, szépen végigvezeti a játékosokat, hogy mit is tudnak csinálni, mert bizony, 4. játék alkalommal is nem árt az ismétlés. Ami egy egyértelműen fejlesztető terület volt az alapjátékban, ez a bizonyos játékos tábla, amelynek a fejlesztése egy csodálatos lehetőség. Az, hogy a játékosokra van bízva, hogy a hajója mely részét fejleszti, egy elképesztő izgalmas táncajátékkal, játékkal, mit preferálok, ki tudom alakítani a saját ízlésemet, és ezt a játék ilyen kis barna tokenekkel jelöli, amik egy picit mozdítok már is elsiklattak, rengeteg külföldi kritikus is megérezte, hogy ezen mindenképpen fejleszünk. És milyen az, amikor egy ilyen nagyszabású játékhoz érkezik kiegészítő? Hát ilyen. Az Uprising, a Maracaibo első nagy, ö, nagy, dobozos kiegészítője első mozdulattal leváltja ezt az icipici kis szerencsétlen táblácskát mélyített játéktáblákra. Behoz az egyik kedvenc modulomat, a különleges képességeket, amikor van egy egyéni speckó képesség, amit kiválasztok az elején, és az alapján tudom játszani a játékot, de ez sem kötelező. Tudunk teljes mértékben alapjátékot játszani a kiegészítővel, pusztán ezzel az optikai és hát funkcionális modullal. Ez egy moduláris kiegészítő, sok-sok aprósággal bővíti az alapjáték világát. Nekem a kedvencem a Homeport volt, ez a kis táblafejlesztési lehetőség a különleges képességekkel, de a különféle kikötők felszabadításának lehetősége is gazdag. Bővül az egyjátékos lehetőség, de elsősorban ez a, a kampány rajongóinak kiegészítője. Szerintem a legerősebb része ennek a kiegészítőnek a kampány gazdagítása. Hogyha szereted ezt az, az alapjátékot, a marakai a története miatt játszani, elsősorban akkor való neked az uprising kiegészítő. Fontos kiemelnem, hogy az alapjáték is és a kiegészítő is anyagi rászánást kér. Viszont, hogyha a szerző korábbi játékaival játszottál, vagy a videó alapján kedvet kaptál ez az izgalmas mechanizmus építős világhoz, én úgy érzem, hogy minden egyes forint a helyére kerül. Ez egy nagy szabású társas játék. Rengeteg szabály, rengeteg aran, rengeteg felfedezni való. A kiegészítő fő előnye a kampány folytatása. Újabb és újabb kalandokat adni a játékosok kezébe. Meghallgatásra kerültek a visszajelzések a komponens minőséget illetően, és nagyon szépen javítgatva lettek dolgok. A Marakaibó számomra egy hatalmas nagy favorit. Soha nem, soha nem, adnám el. Bizonyos időközönként előveszünk, és akkor játszunk vele hármat, négyet, hogy frissen tartsuk azt a bizonyos élményt, mert hogyha évente egyszer játszunk vele, akkor, akkor bőven van mit felfrissíteni. Ha esetleg próbáltad a társas játékot és van gondolatod, élményed, amit megosztanál, oda lent a kommentek közé, nagy szeretettel egy beszélgetésre. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor kérlek hogy egy lájkot, esetleg megosztást valamelyik közösségi oldalon, hogy minél többekhez eljuthasson ennek a fantasztikus társasjátéknak a bemutatója. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot és jó felfedezést! Sziasztok!